A 13 cselgáncsozóval benevező házigazda klub az egy második, két harmadik és két ötödik hely mellett két tartományi bajnoki címet is szerzett. A 22 kg-ban versenyző Steván Tólics és a plusz 55 kg-os súlycsoportban induló Madarász Martin lettek tartományi bajnokok. Mála bizetés, Kovali, ne bass, Tolika. Így kommentálta a kis magyar kanizsai bajnok a három könnyű és egy nehezebb, de biztos győzelmet hozó döntőt. Klubtársa Nagy Fruzsina is túl volt már egy győzelmen. Reméli, hogy meg tudja ismételni idei eddigi legjobb eredményeit, hisz az idén mindig dobogós helyezéseket ért el. A kicsinyek küzdelmeivel elégedett volt a Vajdasági Judo Szövetség elnöke is. Deca, hvala Bogu, ima dosta i što si danas pokazali, evo, blizu 200 takmičara, najmlađeg uzrasta, to je uzrast proletaraca, deca od 8-9 godina. Ovo su njihovi početci, faktička igra kroz sport i judo, ono što ih očekuje, to je jedan ozbiljan rad. Noha a magyar kanizsai cselgáncs a tartományban elismert színvonalat képvisel, nem könnyű bajnoki címet szerezni. 21 klub, közel 200 versenyző, és mind ahogy tudjuk, ebben a korosztályban a Vajdaság az élen jár, tehát a legerősebb, tehát nagy a konkurencia. A legkisebb cselgáncsozók tartományi egyéni bajnokságának legjobbjaivá a 38 kg-ban küzdő nagykikindai Milica Latkovicsot és a 28 kg-os pancsovai Vladimir Bogdanovskit nyilvánították.